Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Szlávik János, infektológus, a Délpesti Centrum Kórház főorvosa. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Vegyék be tablettáikat, kiegészítőiket, nyissák ki az ablakot, jöjjön a friss oxigén, és hallgassák a beszélgetésünket a téma szakértőjével. Hamarosan a HIV világnapja érkezik. Mit teszünk kis hazánkban? Hány egyetemre, hány gimnáziumba látogat el kollégáival? Egyáltalán népszerűsíteni kell-e még a védekezés módszereit, hisz napjainkban nem egy bizonyos réteg kapja el ezt a betegséget, hanem heteroszexuálisoktól kezdve a világon mindenki ki van téve ennek. Egészen pontosan 40 évvel ezelőtt fedezték fel a vírust, és ez a 40 év ugye az embert rákényszeríti arra, hogy egy kicsit elgondolkodjon, hogy mi változott ennyi idő alatt. Például, hogy a diszkrimináció, a stigmatizáció, az elutasítás mennyiben változott ezek alatt, az évtizedek alatt. És ha belegondolok abba, hogy mikor a leghíresebb HIV-fertőzött Freddie Mercury meghalt, akkor ő a halála előtti napig titkolta, hogy ő HIV-fertőzött. Azért, mert tudta, hogy abban az időszakban, ha bevallja korábban, akkor vége a karrierjének, az énekesi pályafutásának, mert ő is azt a megvetést fogja kapni, ami akkor jellemezte az embereket a HIV-fertőzés kapcsán. És ennek egy jó része Magyarországon még megmaradt. Tehát mi hiába beszélünk ilyenkor december 1-e környékén az észről, járunk gimnáziumokba, mindenféle helyeken próbáljuk népszerűsíteni azt, hogy ez a fertőzés ma már gyógyítható, illetve hát kezelhető, nem halálos. Az emberek ezt nem tudják, és ugyanúgy félnek tőle, félnek a HIV-fertőzettektől, diszkriminálják őket, és ez a dolog az elmúlt 40 évben nem sokat változott azokban az országokban, ahol alacsony a fertőzöttek száma, mert Magyarországon alacsony. Körülbelül 3000 ember van, aki tudja magáról és gyógyszert szed. Na most, milyen védekezési módszereket ajánlana, és a védekezési módszerek előtt vajon tart-e az egyetemen, az orvosképzőn megfelelő előadásokat, hisz az orvosok is emberekből vannak, nekik is lehetnek előítéleteik. Ők viszont pontosan tudják, ha akarják tudni, hogy ez nem egy nátha, egy, kettő, hogy ez nem kell homoszexuálisnak lenni. Végül is kimondom, ahhoz, hogy valaki ezt elkapja, lehet a legnagyobb hetero, az éjszaka császára, és naponta előfordulhat, hogy több lehetősége van, elkapja, mint egy monogán házas életet folytató embernek, illetve lehet, hogy annak is csak egyszer kell kihágnia otthon, és nem tudja, hol volt, és utána hazaviszi, és megajándékozza vele talán az egész családját, a jövőben születőket is. Valóban, ha visszagondolok az elmúlt 40 évre, eszembe jutnak az első évek, az első évtizedek, amikor az emberek erről sokkal többet beszéltek, sokkal többet próbáltak meg tenni azért, hogy ne legyenek fertőzöttek. A prevenció népszerűsítésében, az Aher doktorral, aki egyébként a kábítószerről szokott beszélni, jártuk az országot, és december 1 környékén legalább 5-10 gimnáziumban, egyetemen, általános iskola felső tagozatosztályaiba elmentünk, és a fiataloknak elmagyaráztuk, hogy mi ez a betegség, miért nem jó, ha kábítószereznek, milyen fertőzéseket lehet elkapni. Ebben az évben egyetlen egy helyre megyünk. Egyetlen egyre. Ez mutatja, hogy már az oktatásban, a tanárok között, az egészségnevelők között is háttérbe szorult a HIV. És ugyanez elmondható egyébként az egészségügyre is. Tehát alig-alig vannak betegek, a fiatal felnövő orvos nemzedék alig-alig találkozik ilyen betegekkel. Megtanulja nyilván az egyetemen, hogy ez mit jelent, de az orvostudományban a tanulás az nem ugyanaz a tapasztalattal. Látni kell, érezni kell, találkozni kell az esetekkel, akkor tanulja meg az orvos egyetemist, hogy miről van szó. És miután egyre ugye kevés a beteg, az egészségügyben is egyre nehezebben ismerik fel. És ezért van az, hogy minden évben ugye körülbelül 200-300 új fertőzöttet fedezünk fel, és ebből 50 az AIDS végstádiumban kerül felismerésre. Ez azt jelenti, hogy ők nagyon beteg emberek. Olyan beteg emberek,
akik járták az egészségügyet, egyik orvostól a másikhoz fordultak, és elég nehezen jöttek rá. És a házi orvosuk egy általános vérvizsgálaton ezt nem fedezte fel? Ugye ez a szűrés. Ugye az a szűrés, amit már ugyanúgy a járvány elejétől propagálunk, hogy emberek, hát egy egyszerű, akár az új begy megszúrásával, egy vércsebből ki lehet ezt ma már. És ebben a stúdióban beszéltünk arról is, hogy nemzetközi piacon a patikában lehet egyszerű szűrő, egyszerű vérvizsgálatot, tájékozódás véget elvégezni. Bizonyos buta, öreg, elavult jogszabályok alapján nem lehet a patikában HIV gyors tesztet kapni. Ugyanakkor már mindenfélét Magyarországon, ugyanakkor már lehet koronavírus tesztet kapni. Nem akarom sorolni a betegséget, ez nem. Amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor beleütköztem egy névbe, amit úgy hívnak, hogy PrEP. Az angol szakirodalom azt ajánlja, hogy egészségügyi dolgozók, akik egyre többet találkoznak HIV-es betegekkel, szedjenek PrEP-et, vagy aki életvitelszerűen együtt él egy beteggel, úgyhogy férj és feleség, azoknak is ajánlják a PrEP-et. Mi ez a PrEP? Ugye a HIV megelőzésének számtalan módja van. Ugye a közismert, amit mi a fiataloknak mondunk, az az, hogy ugye kerüljetek az intravénás drogozást, használjatok gumiószert minden esetben, minden szexuális kapcsolatnál. Ezek olyan dolgok, amik természetesen megvédenek minket, de vannak olyan helyzetek, amikor bizonyos emberek úgy gondolják, hogy ők, nekik ez a fajta védekezés nem elég, vagy ők ebből nem kérnek, nem szeretnének óvszert használni, ők nem törődnek azzal, hogy kivel létesítenek szexuális kapcsolatot, és úgy gondolják, hogy bizonyos veszélynek emiatt ki vannak téve. Hát ez valóban így van, és ennek a veszélynek a kiköszöblésére lehet a PrEP-et alkalmazni, ami egyfajta megelőző gyógyszeres kezelés. Ez azt jelenti, hogy aki ilyen védekezési módot használ, az minden nap veszed egy tablettát, és ez a napi egy tabletta, ez valóban közel 100%-ban megvédi őt attól, hogy HIV-fertőzött legyen. Magyarországon ez egyelőre államilag nem támogatott, tehát aki úgy dönt, hogy ezt szeretné alkalmazni, teljes áron kell megvennie a készítményt, egyesek külföldről szerzik be, de úgy tűnik, hogy ha ezt megfelelő módon orvosi ellenőrzés mellett teszik, hiszen a gyógyszereknek lehetnek mellékhatásai, folyamatosan szűrni kell őket, hogy elkapták a vírust, vagy nem. Ugye többféle más nemi betegséget el lehet kapni, erre is szűrni kell őket 3 havonta. Ha ez rendesen működik, akkor valóban ez az ember csoport meg tudja magát védeni hatékonyan a HIV-től. Nem szabad ezt az egészségügybe bevinni. Tehát az orvosok nagyon jól tudják, hogy ez a betegség hogy terjed, nagyon jól tudják, hogy egészségügyi körülmények között ezt nem lehet elkapni, természetesen az egyéb egészségügyi rendszabályok elkapása mellett. Családban igen, megint fölmerül. Tehát egy családban fölmerülhet az, hogyha a partner egyik része pozitív, a másik negatív, akkor a negatív partner gyógyszert szed. De erre semmi szükség, ha a pozitív szabályosan szedi a gyógyszereit. Ugye ezerszer elmondjuk, hogy az a HIV-fertőzött, aki szabályosan szedi a maga gyógyszereit, az nem fertőzött. Semmilyen módon. Semmilyen módon. Több alkalommal beszélgettünk erről a témáról, hisz egy család, ami egy férfiből és egy nőből áll, általában végül gyerekáldás is van. A HIV-betegek esetében is előfordul, hogy az asszony mégis a férjével marad, vagy fordítva, vagy a beteg feleségével marad. Hogy lehet megelőzni, hogy az ubár, és eleve tudják már a szülők, hogy ez a betegség van, ne kapja el? Ugye a mi beszélgetéseinkben többször előkerül nagyon helyesen ez a probléma, hiszen nem kellene egyetlen egy édesanyának sem fertőzött csecsemőt szülnie, ha tudná magáról, hogy ő hordozza a vírust, és gyógyszert szedni. Egy egyszerű szúrással. Ez egy egyszerű dolog. Igazából a várandósok nagyon jól tudják, hogy a várandóságuk elején bizonyos vizsgálatokon részt kell venni, úgymond kötelező módon. Ez számos szűrés, ellenőrzés, ugye korábbi fertőzéseknek a csekkolása, és ebbe egészen egyszerűen beletartozhatna például a HIV-fertőzés ellenőrzése, és amennyiben ugye ez negatív, akkor boldogok vagyunk, ha pozitív, akkor pedig gyógyszert adunk az édesanyjának, és egészséges kisbabája születik. Ez nem egy óriási probléma Magyarországon, tehát évente alig egy olyan csecsemő születik, aki azért lesz pozitív, mert az édesanyja nem tudta magáról. De az egy is sok. Az egy is sok, ha megakadályozható. Ha megakadályozható, ha tudjuk, hogy egyelőre
a heteroszexuálisok között nem magas a szám, de van. És ugye ezt nagyon nehéz megmagyarázni annak a fiatal lánynak, aki véletlenül belekeveredik ebbe a körbe, vagy annak az édesanyának, aki véletlenül úgymond megfertőződött, de hát álmában nem gondolt, hogy miről van szó. Oltások. És akkor már is itt van a koronavírus, hisz áldozatait keményen szedte. Ma az utca embere egy egyszerű náthaként tekinti. Nem lebecsüljük ezeket a betegséget? Azért becsüljük le, mert az átlagember számára ez már nem jelent problémát. Valóban egy fiatal, egészséges ember, ha a napjainkban megfertőződik bármely Magyarországon ugye cirkuláló variánssal, mert itt is van jó pár, akkor egy egyszerű nátha vagy egy enyhe influenza tüneteit fogja mutatni, kis hőemelkedés, folyik az orra, fáj a torka, esetleg izmai ízületei fájnak, és 4-5 nap alatt meggyógyul. 4-5 nap alatt megfertőzheti az egész családját. Ez valóban így van, de nehéz erre azt mondani, hogy ez most milyen súlyos dolog. Ugyanakkor mi orvosok látjuk, hogy igenis, ez tud nagyon súlyos lenni, ellentétben a náthával. Tehát nem szabad náthává degradálni a koronavírust, mert a nátha nem fog halálos beteg, daganatos beteg, hematológiai beteg embereket megölni. Akik egyszer beoltatták magukat, azoknak el kéne azért menni egy oltópontra és egy 6. oltást fölvenniük, hisz a hosszú idő eltelt már az 5. oltás után. Ugye azok, akik veszélyben vannak kitéve, azoknak igen. Tehát itt gondolunk 70-80 éves emberek. Gondolunk nagyon idős emberekre, és gondolok olyan emberekre, akiknek valamilyen immunhiányuk van. Ugye nagyon jól ismert, hogy a daganatos betegeket napjainkban immunpusztító terápiával gyógyítják, és ők ilyen szempontból borzasztó nagy veszélynek vannak kitéve. Tehát, hogyha ők nincsenek beoltva, akkor nagyon nagy baj van. Úgyhogy nekik javasolt a korszerű oltásokkal az úgymond a booster, az ismétlő oltás. Tehát egyszerűen oltópontokat keressék föl, és ott föl tudják venni. Mert van egy olyan hiedelem, hogy a házi orvosnál egyszerre föl lehet a bal kézbe venni az influenza ellenét, a jobb kézre az anti-covidot, csak hogy éppen a házi orvosok azt állítják, hogy ők még nem kapták meg a covid oltást. Az én információim szerint nem is fogják, mert az oltópontokra kell menni. Valóban a két oltást jó lenne egyszerre megkapni, de ez a házi orvosoknál ugye nem oltható meg, hiszen az oltásoknak a csomagolása, ugye emlékszünk, hogy egy ampulából 6 beteget Milányos. Kellett összegyűjteni, ez nem változott is. És emiatt valóban az oltópontokon érdemes összegyűjteni azokat, akik szeretnének oltást felvenni, és náluk ez a szabály sajnos él, hogy egy ampulában 6 betegre való oltóanyag van. De vannak oltópontok Budapesten, vannak oltópontok vidéken, ha valaki szeretné magát beoltatni, akkor ezeket kell felkeresni, és megkaphatja az oltást. És a HIV esetén ott van a Délpesti Centrumkórház, önnek ott egy egész osztálya van, ahol anonim módon is lehet tesztet venni. Igazából mi nem szűrünk, tehát szűrni a László Kórházzal szemben lévő épületben van lehetőség. Ugye mi a Délpesti Centrumkórházban a fertőzötteket gyógyítjuk, tehát azok, akik már hordozzák ezt a vírust. Ez nem azt jelenti, hogy a szűréseket nem propagálom, és szeretném, ha az emberek elmennének, akár anonim, névtelen szűrésre, amire több helyen van lehetőség, akár egész egyszerűen megbeszélik a háziorvosukkal, hogy nekik gyanús valami, és kérnek szűrést. A több szűrés oldja meg a HIV problémáját. December 1-én mindig fölmerül, hogy mi van az oltással. Hát ugye a világ legegyszerűbb dolga lenne, hogyha létezne már HIV ellen védőoltás, és ezzel tudnánk megvédeni az embereket, de nincs. És úgy tűnik, hogy talán majd az mRNA-s oltások fogják meghozni a megoldást, de erre még jó néhány évet várni kell. Tehát nekünk a megelőzésről kell még beszélgetnünk. Köszönöm. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és mielőbb visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt percekben megpróbáltam emlékeztetni őket Szlávik főorvos úr segítségével, hogy a HIV világnapja van december elején, és hogy szűrni, igaz, az is pénzbe kerül, de sokkal olcsóbb, mint utána hosszasan éveken keresztül kezeltetni magukat. Vigyázzanak magukra, most viszont maradjanak velünk, és már is jön következő vendégünk, Kósa Lajos, a frissen megválasztott fideszes alelnök. Tartsanak velünk!